Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 12. Festők Városa Hangulat Fesztiválon, azon belül is a 8. országos groteszk, képző és iparművészeti triennálé megnyitóján. Napjainkban a groteszk nem csak hogy nem szokatlan, de egyenesen maga az egész valóság annak nevezhető. Mondhatni, a groteszk maga a realizmus. Fogalmunk sem volt róla, és megszületett a halandzsa, a világ legtisztább nyelve, mely csak szavakat ismer, és a beszélő vagy hallgató tetszésére bízza, mit gondoljon, mit értsen a szó mögött. De olyan hatása alatt vagyok a mostani kiállításnak, hogy ez zseniális. Én nem tudok erre mit mondani, én nem vagyok művészet értő, én művészet szerető vagyok. Így majd a művészet értékelő ettől a pillanatok kezdve számomra tök mindegy, hogy mit mond. Az esztétikai minőségek között a groteszk a fenségessel ellentétes póluson valahol a rút és a komikus közötti terénumban helyezkedik el. A fenségesnek mondjuk úgy az ellentéte, de valahogy úgy a párja is, mint ahogy a királynak az udvari bolond is a párja. A légkondja nem működik, nagyon jó. Groteszk. Hát egy kicsit egyre inkább olyan érzésem van, hogy a művészek jó esetben is udvari bolond státuszba kényszerülnek. Hogyha nem a képzőművészetnél maradok, hanem a magyar irodalomnál, vagy a magyar humornál, nehogy isten a viccnél, az azt hiszem a maga módján csak magyar ember számára, vagy legalábbis olyan ember számára érthető, aki a magyar nyelvet tökéletesen ismeri. Akinek nem volt ideje még körbenézni, az jöjjön el máskor is, holnap után, vagy akkor, amikor csak ideje engedi, és nézze meg, mert megéri.